Vizet vásároltunk a Heves megyei vízműtől. Nyilván nem az a célral, hogy pótoljuk a Tarna vizet, hiszen ez őrültség lenne és esélytelen, hanem azzal a célral, hogy a Tarnának a kiszáradt szakaszán, tehát az Aldebrő alatti szakaszán megpróbáljunk olyan vizes élőhely jellegű kis helyeket létrehozni, ahol a megmaradt állatvilág még tud inni. Önkéntes tűzoltóságok a környéken összeadtak nekünk annyi csövet, hogy gyakorlatilag a Tarnához legközelebb eső víz tűzcsaptól elérjen odáig. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy megpróbáljuk azt az állatvilágot, ami most hozzánk emberekhez hasonlóan döbbenten konstatálja, hogy ennek a kis folyócskának a helyén egy kiszáradt sivatag van tulajdonképp. Ezeket az állatokat megpróbáljuk vízhez juttatni. Hát itt sajnos a kopoltyús élővilágnak már annyi. A kétéltőeknek, ez egy nagyon gazdag élővilággal rendelkező kis folyó. Nekik rajtuk már nem tudunk segíteni, akiken tudtunk, azokat átvittük máshova. Most már inkább a gerinces állatokról van szó, akik oda járnak inni. Őzek, hódok, nyulak, mindenféle. Én nem vagyok biológus, nagyon sokféle fácánok, vízi madarak, ugye gólyák, fekete gólyánk van. Olyan ritka a vizes élőhelyeken táplálkozó madárfajok, kócsagok, gyönyörű szép madarak, akik hát ott most köröznek, és nem értik, hogy mi történt. Nem csodálom, hogy nem értik, mi se fogjuk még mindig fel a történteket egyébként. Nagyon fontos, hogy az ügy végére meg tudjuk nevezni azokat, akik egy hektoliter borért, egy igazgató tanácsi állás reményért, néhány millió forintos megbízásért, vagy néhány százer forintos megbízásért gyakorlatilag lehetővé tettek, szemet hunytak a fölött, hogy kiírtsák gyakorlatilag, de azt hiszem, hogy nem túlzok, ha ezt mondom, kiírtsák ennek a kis folyónak az ökoszisztémáját. Ugye ezek kis közösségek, hát itt nincs titok. Tehát, hogy az, hogy egy településen mondjuk egyre nem mondok nevet, mert majd ugye a eljárások végén, de ugye egy településen egy alpolgármester, aki egyébként a vízügynél gátőr is, az kap mindig bort, és úgy járőröz azon a Tarna szakaszon, hogy nem veszi észre ezt a, nem tudom, 10 méteres brutális szivattyút, azt mindenki tudja, tehát ezek nem titkok. Azzal fenyegetőztek már, azelőtt, hogy lebontottuk a gátat, mikor szépen kértük, hogy nagy baj van, fejezzék be a vízszivattyúzást, ha van engedélyük, ha nincs, teljesen mindegy, fejezzék be, mert ökológiai katasztrófa lesz, ők akkor ugye azt mondták, hogy ne szóljunk a nagyok dolgába, súlyos fenyegetéseket üzentek, és azt mondták, hogy nekik olyan politikai kapcsolataik vannak, hogy abból nekünk problémánk lesz. Már on azzal a célra, hogy itt most megszüntessük a vízkivételt, és azt láttuk, hogy egy ilyen szökőkútszerű öntözés zajlott akkor is reggel. Velünk volt egy gazdálkodó, és ő azt mondta, hogy ez az a fajta öntözés, ahogy Pablo Escobar öntözte a kokain ültetvényeit, hogy a víz nem számít. És én ezt tettem hozzá, hogy de úgy tudom, hogy a Pablo Escobar azért a vízi lovaira figyelt, hogy azoknak maradjon víz. Hát ezek az emberek a gólyákra és a halakra nem figyeltek. Ként a Tarna, itt nagyon sok embernek nyáron a rekreációs telep is. Itt gyerekek fürdenek, itt családok, akik mondjuk nem tudnak Dubajba menni, vagy nem tudom hova. Ide szoktak kijönni, sétálni, egy kis vízparti környezetben lenni. Tehát egyébként ez is egy szempont, hogy most az egész nyáron azok az emberek, akiknek ez lenne az egyetlen vízparti élményük, azok most egy sokkoló üres medret látnak. De mondom, ezt legjobb, ha elmegyünk és megmutatom. Nézzük meg.